Na végre! Otthon vagy? Persze, kicsim, hol lennék? Hazamehetek? Ezt nem kell kérdezned, kicsim, gyere, várlak! Minden rendben? Semmi nincs rendben. Mi történt, kismaki? Nem vagyok kismaki. Dehogy nem. Mi a baj? Szakítottunk. És miért? Sok ez neki. Mi voltunk neki sokak? Láttam, Danin, hogy teljesen be volt feszülve. Nem voltatok sokak. És hogyha ez sok neki, az már régen rossz. Annyira sajnálom. Inkább most derüljön ki, mint később. Mikor lettél te ilyen felnőtt? Istenem! Neked is jó reggelt. Ezt lassan már hagyomány, hogy én minden reggelt itt indítok nálad. Én nem értem, hogy miért nem tudsz néhány napig csendben, nyugton maradni a fenekeden. De hát azt csinálom. Megkértelek, hogy ne csinálj semmit. Teljesen felesleges. Hány levélre számít csak még? Nem értem. Rám szabadítod a barátaidat. Anyukád is fel fog hívni. Egyébként szép levél. Tisztelt igazgató asszony, kedves Marian. Nem ismerjük. Tisztelettel Ágas Judit. Marian, én erről nem tudtam. Elnézést kérek az ő nevében is. Hagyjuk ezt abba. Mit szólnál hozzá, ha kivennél pár nap szabadságot? És az alatt mindenki elfelejti ezt az egészet. A nevemet is megváltoztassam? Vagy mondjuk szégyentáblát ne akasszak a nyakamba? Vagy egy szivárványos kitűzőt viselhetnék, hogy könnyebben megtaláljon, akinek még van hozzáfűzni valója? Egy hét. Jót fog tenni ez a kis szünet. Évek óta nem vettem ki egyetlen napot sem. Mert jó tanár vagy, a legjobb! Aranyos vagy.
Lehet, hogy tényleg én hibáztam. Akármilyen festményt is adhattam volna. Testek másként, ez volt a kiírás. Egy almát és egy teljes köcsögöt is lehet másként. Nem csak a három gráciát. Most komolyan beszélsz? Itt van ez a Meseország mindenkié. Abban is a kedvenc történetem a házasodik a herceg. Hát az is lehetne egy fiú és lánya, hogy minden más mesében. De akkor mi van azokkal a hercegekkel, akik hercegekbe szerelmesek? Hogyha nem mutatjuk meg, hogy milyen színes a világ, akkor mi szinte ki kell, hogy maradjunk belőle. Pedig a mese mindenkié. Igen, legyen mindenkié a mese. Azt mondják, hogy rossz hatással vagyok a gyerekekre. Ez badarság. Te csak kiengedted a dobozból azokat, akik nem szerették a bezártságot. Kály, én nem tudom, hogy jó ötlete ez a felolvasás. Én már így is éppen elég galibát csináltam ide. Először is azt nem te csináltad, hanem az apuka. Másodszorban, Tünde, ez egy jó könyv, egy jó mese, nagyon fontos. Most csalódtam benned. Hát én sokkal tökösebbnek gondoltalak ennél. Miért hagyod ezt? Most már értem, hogy Judit miért aggódik, érted? Mert aggódik, azt tudod. Ti beszéltek? És ezt mondta neked? Baj? Nem, dehogy. Csak nekem meg nem mondta. Aggódik. Na jó, vissza kell mennem az iskolába. De te ugye szeretsz még? Egy kicsit. Nemzeti Adó és Vámhivatal, wow. DBH, Áramszámla, Tiszaközi Kultúrház. Meghívó, támogatói jegy, Horváth Tündet plusz egy fő, a Tiszaközi Általános Iskola és támogatói is szeretettel meghívják Önt és kísérőjét a 2023. május 21-én este 6 órakor megrendezésre kerülő iskolabárra. Várjuk szeretettel. Jó szórakozást! Azért. Jó volt ez a gyűlés. Mondtam neked, Ágika. Jó szónok, jó gyűlés. Ez csoda volt. Hú, mindegy, hogy sokan voltak. Nagyon ügyes volt. Nagyon nem lehet dohányozni. Ez ez? Hát várjál, ez az a szenny, amiről szó volt. Ja, ez az a buzi mese, nem? A buzi mese. Csokolom. Te mi a fasz csinálsz itt, köcsög? Elnézést, ismerjük egymást? Hát felolvasás lesz? És ebből a szemétből? Ha? Mocskos pedofilok. Mit képzeltek magatokról, mi? Ha? Kit fog ez érdekelni, ha? Ezek csak mesék. Mesék. Buzi mesék azok. És ezzel akarjátok behálozni a gyerekeinket, mi? A buzi meséitekkel. Ha mesék nem lehetnek buzik, legfőjebb a szereplői. Abból is csak kettő van egy mesében. Ki kéne írtani a fajtátokat? Takarodjál már innen, nem hallod? De ezek a lélek legmélyről jövő információk, ezeket nem lehet befolyásolni. És hogyha a maga gyermeke lenne kisebbségben, és hogyha bántanák érte, nem örülne, hogyha segítséget kapna valakitől. Hát ezért van a Panna, a Picúrpanna, az Avarbarna, ezek a mesék mind segítenek. Mit dumálsz nekem? Hagyod békén a gyerekeinket! Fasz.
mocskos buzgi. Au! Judit! Judit! Tisztítjuk, jó? Aztán már mehetünk is. Nagyon kedves vagy, Judit, köszönöm, de... Meglöktek? Meg. Miért löktek meg? Hát ezért. Kérlek, menjünk el szépen, jó? És tegyünk fel jelentést. De... Én nem szeretnék. Így viszont legitimálod, hogy bánthatnak. Júj! És nem csak téged, bárki mást is. Hát az igaz. Gyógy, puszi. Gyógy, Teo. Köszönöm. Köszönöm. És gyógymese. Mindannyiunknak szüksége van mesékre. Olyanokra, amelyek messzi időkbe, távoli tájakra visznek bennünket, ahol a hősök táltos paripán repülnek, tündérek fogságából menekülnek meg, és sárkányokkal küzdenek, de közben mégis olyanok, mint mi. Tünde a legjobb tanár, akit valaha ismertem. Jó szívű, figyelmes, nyitott és a világra kíváncsi. Megvan benne az a képesség, ami legtöbbünkből hiányzik, hogy a világot a maga szépségében lássa, és ezt adja tovább a diákjainak is. Megfigyelésre ösztönzi őket, miközben teret és képességet ad nekik arra, hogy a világhoz hozzátehessék önmaguk legszebb részét is a tehetségükkel. Hogy hagyhatja, hogy bármi rosszul érhesse őt? Tisztelettel, Ágas Judit. Te miért ülsz itt a sötétben? Ilyen napom volt. Dani és Flóra szakítottak. Egy időre hazaköltözik. Beszélnünk kell. Ákos Judit. Hát ez mint valami török szappan opera. Laci, felbújt, hogy írjak ennek a nőnek. Írok neki. Miről visszamondja neked, majd hazajössz, és szembesítesz, hogy mit tettem. Ezt nem lett volna szabad elküldened, főleg nem a hátam mögött. Fogalmad nincs róla, mi zajlik itt. Akkor talán elmondhattad volna. Mert valóban nem tudok semmit. Mondasz dolgokat, de nem az igazat. Én ezen már túl vagyok, hogy titkolózzunk, meg szégyenkezzünk a szerelmünk miatt. Azt hittem, felkészültél ránk. Nem szégyellek. Minden összejött. És...
Én most visszamegyek Pestre. Szükségem van néhány napra. Hívj fel a könyvtárat. A barátodnak is barátra van szüksége.